az MTK 8 mérkőzéséből 6-ot megnyert, mindössze kétszer szenvedett vereséget a harmadik és az ötödik fordulóban. A Győr pedig a gyengébb szezon kezdet után most már kezd kiegyenesedni, 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel áll a bajnokságban Horváth Ferenc csapata. Van ez még az MTK-nak, így lehet akár lövőhelyzet is, a passz sem volt rossz elképzelés. Torgelle maradt le, de igazából ez nem az ő hibája volt, egy picit meredek volt ez a labda. Nem nagyon van kinek adni, és ez onnan még azért elég messze volt az, hogy elője, főleg ballába. Gyönyörű kényszerítő, óriási helyzet! Talán ez a passz már nem kellett volna, de nagyon szépen csinálta az MTK. El lehetett volna lőni. Kis szöglet, igen. És egy lapos beadás, Torgelle nem tudja elrúgni, vissza lehet tenni lövésre! Hát a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetét láttuk. Pocsék befejezéssel. Rudolf. Rudolf ellövi. Nem volt egy kellemes történet kapus szempontból, mert hogy pont megpattant a labda Hegedűs Lajos előtt, de azért magabiztosan fogta. 42 percet kellett várni az első kaput eltaláló lövésre. Van csúsztatás, és érkező ember is a hosszú oldalon. Lipták csúsztatott, Pátkai pedig egy kicsivel maradt csak le. A másik oldalon 5 lövés volt, és lehet, hogy meg lesz a 6. Zitzer, és vezet az Eto. Az 57. percben megvan a vezető gól, már az előbb is nagyon közel járt hozzá a csapat. Akkor Pátkai még nem talált a kapuba, most azonban Marek Strescsik, igen. Dinnyár beadása, megvan még Priskinnek. Rudolf. Ez még nem lövő helyzet, így viszont az Hegedűs. Szép volt. Öngól! Öngóllal egyenlít az MTK. És hogyha jól látom, akkor Strescsik volt az talán? Hát ha ezt egy támadó csinálja, akkor azt mondjuk, hogy gyönyörű megmozdulás. Igen, úgy tűnik, hogy már egy Strescsik volt az. Kanta, akár el is lőheti. Remek passz, és gól! Az MTK megfordítja a mérkőzést, egészen hihetetlen. Hát erre lehet, hogy Garam József sem számított. Marek Strescsik öngóljával egyenlíteni tudott az MTK, és most Hrebka Ádám betalál a hajrában. Furcsa egy mérkőzés volt, Strescsik itt is, ott is betalált. Hrebka pedig a becserélése után nem sokkal kilőtte a kapu jobb oldalát, Kanta remek passzát követően.